A népszerű zeneszerző és előadó művész első útja székházunkban a Nagy Stúdió zongorájához vezetett. Ma is minden nap leül a hangszer elé, hogy zenéjen, ilyenkor lelkileg is feltöltődik, mondja. Szüleivel 1946-ban költöztek Szabadkára, több zenei élmény is itt érte először, magyarul sem felejtett el. Aztán átmentem Belgrádba, aztán Szarajóba, és hát jó, hát valamit tanultam, tanultam játszani, írni zenét. Belgrádot egy ismert dalban is megörökítette, az Aprilu Beogradu címűben, amelyet Zdravko Čolić adott elő. Azóta ez a dal a város egyik nem hivatalos himnusza lett. Savladam techniku aranžiranja za velike sastave, za male sastave, sve ono što ide uz muziku, za komponovanje i zahvalan sam i vremenu u kome sam živio i ovde u Subotici. Kornelije Kovács azt ígérte, hogy hamarosan ismét Szabadkára látogat majd. A Szabadkai Magyar Rádióban nem sokára egy hosszabb interjút is hallhatnak vele. Addig is üdvözöl mindenkit! Minden jót mindenkinek!